Keresztény Péternek hívnak, és én kaptam idén másodszor azt a feladatot, hogy az Ubuntu-nak a érettségi Remix lemezét összerakadtam, aminek idén már kicsit több célja volt, ugyanis az érettségi Remixnek voltak már korábbi példányai, a 14.04-est kaptam én először, előttem Hajni csinálta ezeket a hálás feladatokat. És jól hiszem, hogy itt a kettő között nem is volt újabb remix változat. Hát alapvetően RTS-enként adtunk ki egy-egy remixet, és odaírtam mögé, hogy eddig, megkérdezett elő, hogy miért gondolom így. Már kaptunk most több visszajelzést, több helyről kaptunk olyan visszajelzést, hogy a Unity-nek a gyerekbetegségei vagy erőforrás étvágya miatt gondok vannak, vagy nem szívesen választják ezt a disztrót. Úgyhogy itt a 16.04-es remixbe bekerült két asztali környezet, tehát a gyengébb hardverete is tekintettel, egy XFCE környezet is belevetolódott a remixbe. Úgyhogy lehet azzal is használni, nem muszáj a Unity-hez alkalmazkodni. A remix elkészítésénél többes célunk van. Egyrészt azt, hogy vizsgakörnyezetként szeretnénk, hogy megbízható remixen lehessen dolgozni, és legalább ennyire fontos, hanem még fontosabb hosszú távon, hogy az iskolai és a tanulói környezetként egy vonzó disztribúciót rakjunk össze, hisz ha egy remix az fölkerül az érettségi előtt 3 héttel, és lekerül az érettségi után 3 nappal, akkor csak részben teljesítette be azt, amit hirdetése lenne. Úgyhogy mindenképpen az a cél, hogy egy olyan disztribúciót összerakni, és a jelenlévők, illetve majd a felvételről vagy máshonnan hozzászólók felül is nagy segítség lenne, hogyha kapnánk visszajelzéseket, hogy mer menjünk tovább, mit csináljunk másképp, mit ne csináljunk esetleg benne. Természetesen, ahogy a Kat is az előző előadásban említette, a jogszabályi és az összes többi előírás azért viszonylag szűk kereteket szab nekünk, de ezen a kereten belül azért szeretnénk maximális mozgásteret biztosítani. Jönne néhány szlájd arról, hogy jelenleg hogyan néznek ki a megcélzott érettségi vizsgatárgyak. Ugye egyrészt van nekünk közismereti vizsgánk, informatikával az emelt szinten továbbra is választható az Ubuntu, illetve aminek a apropóján most itt is vagyunk, és az alcím is miatt is erre lesz kihelyezve az előadás, az pedig az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy, és rögtön két tárgyat látunk, mert hogy a informatika ismeretek mellett a távközlés ismeretek az ugyanerre a hálózati ismeretmódulra, illetve szinte ugyanerre a programozás modulra is fel van készítve maga a remix. Tehát annak a tárgynak is ide vonatkozó feladatot meg lehet csinálni. A oktatásponton, ha valaki körülnéz, akkor látja, hogy a közismeret és az ágazati érettségre, sőt, a távközlésén is külön szerepel belinkelve az Ubuntu-nak a remixe, és a közismeret és az ágazati remix nem ugyanaz. Ugyanis már szintén hallottuk ma is, hogy lehet, hogy fogjuk is, az ágazati érettség kapcsán nem minden ment a gördülékenyül. Úgyhogy egyszerűen a közismereti izó nem tudta bevárni, hogy a másik körül minden körülhazódjon, ezért van egy közismereti tárgyaknál letisztult változat, ami letölthető az adott menüpontból, és vannak az ágazati érettségihez kapcsolódó, például a fejlesztőkörnyezet grafikus felületeivel kiegészítve, meg néhány apróságot beleutazva az ágazati remix változat. Csak röviden a közismeretiről, hogy hogyan néz ki most ott jelenleg. Ugye ez az a felület, ahol az Ubuntu mellett még a SUSE és a SULIX is adott az oktatási hivatal felé érettségi Linux változatot, és azok is átmentek az ellenőrzésen, tehát kikerültek hivatalosan a szoftverisán, rajta vannak. Irodai alkalmazások között 5.1.4.2 szerepel jelenleg a listán. Ugye itt az közismereti informatikában a Base-ben összerakott bekérdezés az megfelelő megoldást jelent.
úgy itt a DSA MySQL konnektorolásai háttérben futó 5.7.13-as MySQL szerverre van megtámogatva. Grafikából a GIMP mellett megjelent az Inkscape. Többen felszisztentek már, hogy a érettségi aktualizált leírásban a vektorgrafika az így megjelent és hangsúlyt kapott. Úgyhogy ennek megfelelően Windows Linux distróban is az Inkscape mint vektorgrafikus szerkesztő program képviselteti ezt a témakört. Illetve itt van a jó öreg webben a témakör, amit ahogy már Gruszám is említette az első adásban, kicsit ilyen koncként húznánk magunk után, olyan érzésünk van. Composer, CMake és Groove is kezdetek óta igyekezett ezt az űkbe tölteni. Ezek benne maradtak, aztán verziófrissítés történt az utóbbi kettőnél, és jelenleg ez van benne. Mivel a közismereti lemezkép lett tovább bővítve, ezért ezek értelemszerűen benne vannak a másikban is. Aztán van nekünk a programozás témakörünk, ugye a közismereti informatikánál nincs benne követelményrendszer szinten, hogy grafikus alkalmazás szóba jöhet, tehát itt még találkozunk olyan nyelvekkel, illetve környezeti paraméterekkel, ahol a grafikus fejlesztés nem vagy nem elég megbízhatóan valósítható meg. Illetve ez a gyakorlatilag lista végére is értünk, de megyek tovább, mert az ágazatiból szeretnék többet beszélni. Az ágazatiból, mint mondtam, a támogatási vonalon is használható a Remix, az egyik oka ennek a hálózati ismeretek, még a Cisco Packet része, és tekemod egy csillagot, és itt kérnék rá, hogy nincsen benne a disztróban. Ugye amikor ezt le kellett adni, ezt a lemezképet, akkor még nem körvonalazódott a teljesen biztos jogi háttere annak, hogy a nem hálózati akadémiás tagsága rendelkező iskolák hogyan fogják ezt tudni használni. Azok az Adafor üzenet ezt tisztázta, hogy minden három kategóriába sorolva az akadémiai tag, nem akadémiai tag, de tanuló viszonnyal, és sem akadémiai tag, se tanuló viszonnyal nem rendelkező vizsgázó, hogyan fog tudni jobb tisztának akár részletet hozzáférni. Illetve ugye szintén a programozás témak az, ami megjelenik. Ebben ugye egy-egyben egyezés van az informatikai ismeretekkel, úgyhogy a következő váltásnál gyakorlatilag csak a címsor fog különböző, így beszélnék róla. A jövő bemutató fejlesztések kapcsán fontos lenne nekünk olyan visszajelzés, hogy ki melyik szoftverkörnyezetet használja fejlesztésnél. Ugye, míg Windowson, ha valaki jelentkezik érettségire, akkor neki meg kell jelölni a konkrét komponenseket, hogy mi szeretne fejleszteni. Ezzel szemben, ha ő választ egy Ubuntu érettségi remixet, akkor nekünk nulla visszajelzésünk van arról, hogy az érettségi remixen belül mondjuk Free Pascal és Lazarus, vagy Java és Eclipse környezettel dolgozott. Szeretnénk, hogyha az átlag érettségi kapcsán valamilyen visszajelzést erről kaphatnánk, különböző dolgokban gondolkodunk, akár a megoldás jelen szinten a kitöltendő Excel állományt visszakérni és abba beiratni, vagy valamilyen különlapos felmérés, vagy valahogy ezt vissza szeretni. Nem tudom, hogy erre milyen jogi háttereink vannak. Mi fogunk hozzá ragaszkodni, hogy lehetőleg valami használható visszajelzést kapjunk erről. Legrosszabb esetben egy külön infós tanár levelező listát feltett kérdéssel a javító tanárokat megkérdezni. Jobb lenne ezt egy hivatalosabb hitelesebb adatokat szolgáltató úton begyűjteni, mert akkor esetleg az oktatási hivatal felé egy következő disztribúcióba előálló ötletnél is jobban meg tudnánk támogatni, hogy mit és miért szeretnénk oda tenni. Látszik, hogy megmaradt a Pascalos vonal, Free Pascalra építve egy Lazarusos környezettel. A Java mellett most az Eclipse szerepel, korábban is szerepelt a NetBeans, mint lehetőség, de aki észre, jobban megnézte a social listát, láthatta, hogy a Windows-os listán is lekerült a NetBeans, mert központi elv szerint a NetBeans-től szeretnének megválni a szoftverlistán. Ennek hivatalos stabilitási problémája vannak, úgyhogy
már én is instrukcióként kaptam az OH felől a listához, hogy lehetőleg az Equis lenne a támogatott ajánlva mellett, mint környezet. Aztán itt a QT, Creator QT Designer, egy új elem, így gyakorlatilag a hármas kombót látunk, hogy a grafikus fejlesztésre a lehetőség az, az támogatott legyen, illetve a Pythonhoz a sokak által ismert ide 3-as változat biztosítaná azt, hogy egy form application vagy egyéb grafikus alkalmazás az teljes értékűen megoldható legyen. Fontos lenne nekünk szintén a visszajelzés, főleg a vizuális fejlesztő környezetek terén, hogy akár korábbi érettségi feladatok, vagy majd a most már kikerült mintaérettségi feladatok kapcsán fut-e valaki bele olyan problémába, ami esetleg gondot jelenthet. A tesztelésünk azt gondoljuk, hogy alapos volt, mert átment a vizsgán, de biztos az, hogy nem volt mindenre kitérő, mert minden létező kombinációt nem lehetett végigpróbálni. Ez épp olyan, mint egy LibreOffice writer miatt kijön egy új változat, akkor nem tudjuk végigtesztelni, hogy ha félkövérből állítom dőlbe, akkor kifagy-e, vagy ha a középről igazítom balra, kifagy-e. Értelemszerűen a tesztelésnek volt a követelménye, hogy bekeressen a szoftverlistára, de maradhattak olyan rejtett bugok vagy bármi, amiatt fontos lenne, hogy ha van ilyen, akkor az minél előbb kiderüljön, és minél többen teszteljük, ez annál hamarabb visszajöhet. A programozás mellett ugye itt van nekünk még az adatbázis fejlesztés. Elhangzott már Patitól is, hogy egyértelműen az SQL utasításokra van helyezve a hangsúly. A ISO-ban, lemezkében emlékeim szerint benne maradt egy PostgreSQL megoldás is, de különböző eszmefutatások után ez a hivatalos szoftverlistára nem került fel, mint alternatíva. Én magam részéről, ha kapok jövőben is megbízást a MSZ-kép elkészítésére, akkor dolgozni szeretnék rajta, hogy a PostgreSQL hogyan hozhat olyan állapotba, illetve megint csak a visszajelzés segítenek, hogy talán van erejük, hogy nagyobb választási lehetőség legyen. Bár azt gondolom, hogy azért az SQL-ben alapvetően a szemléletem a hangsúly, alapvetően a lekérdezésekben, a tábla kapcsolatokban való gondolkodásban, és ez már csak idézőben részletkérdés, hogy most ezt PostgreSQL, vagy MySQL, vagy MSSQL szintaktikával kell leírni. Úgyhogy jelenleg mi nálunk a választási lehetőség az a MySQL és a MySQL között van, hanem igazándiból a Workbench, mint kicsit felhasználó barátabb, kattintgatósabb felület, ami segíthet ebben, illetve akik szeretik a csupaszabb megoldásokat, azok egy szállóingészetben a PHP MyAdminnal, de természetesen nem zárja ki a feladat, hogy akár egy terminálos MySQL konzolra is gyönyörűen megoldhatóak a feladatok. Mint a Kati is elmondta, itt a megoldó SQL-eket, kódokat kell majd beadni. Tehát nem ez lenne a cél, de ebből levezethető egy pici gondolkodás után, hogyha valaki fejben lejátsza a történetet és csak beírja a TXT-be az SQL kódokat, az teljes értékű megoldást adhat. Értelemszerűen a mintafeladatnak is a bonyolultsága szerintem eléri azt a szintet, hogy a diákok nagyon kevés része fogja megpróbálni ezt fejben lejátszani és összerakni, hanem be fogja szépen importálni a feladatnak megfelelően a táblákat, és ebbe fogja a bekérdezéseket elkészíteni, és ha eljutott a megfelelő hibát a megoldáshoz, vagy ezt megközelítette megfelelő módon, akkor ez az SQL fog bekerülni abba az állományba, ami majd értékelésre kerül. És itt van a harmadik témakörünk, ami a webprogramozás témaköre. Ugye itt gyakorlatilag a már megjelenő HTML szerkesztők mellett, ahol forráskód szintjén ugye a JavaScript beírásra ugyanolyan segítséget kapunk nagyjából ennyit. Ezeknél az alkalmazásokra kód szintjén szépen be tudjuk őket írogatni. A fakadosok kedvéért nevesít felett egy edit vagy bármilyen más szerkesztő, bármint tudjuk. Ha én akár VI-ba csinálom, mert annyira vagány vagyok, akkor se fog a fájba látszom, hogy hogyan készült, hanem az a cél, hogy a megfelelő HTML, a megfelelő CSS stílusbejegyzés, stílusmódosítás az elvégzésre kerüljön,
és a JavaScript-tel, JavaScript-tel a megfelelő események detektálva legyenek a megfelelő kis, nagyjából ilyen programozási alaptételek szintű feladatok JavaScript-ben megfelelően legyenek kódolva. És akkor az útirányból milyen kitűzött célok lennének az érettségi reményszer kapcsolatban. Ugye amiket eddig kivetítem, ezek nagyjából ugye, tények, ezeket hatalmas jóvá az óvák. Írtam az első dián, hogy LDS-enként jött ki érettségi reményszer eddig, de azért jó lenne megcsinálni az egy közös lemezképet. Tehát az, hogy nekünk most két lemezképünk van, az megint itt a kezdeti bizonytalanságok miatt adódott így. Úgyhogy az lenne a szerencsés, hogyha lenne egy olyan érettségi remix lemezkép, ami az érettségiből a közismereti és az ágazat érettségire is teljes értékű megoldást adna. És ha szeretném ezt az oktatásban és az otthoni felkészülésben is teljes értékű alternatívává tenni, akkor azt gondolom, hogy meg kell nézni, hogy mondjuk egy LCDL vizsga kapcsán van olyan modul, például az elektronikus aláírás digitális hitelesítéshez még nincsenek benne a megfelelő dolgok. Vagy meg lehet nézni, hogy mondjuk iskolában jellemző mondjuk egy UKT, OST, ST versenyen milyen szoftverkörnyezetben lehet dolgozni, és nem át, hogyha esetleg azok is rögtön benne vannak, és így tovább, és így tovább. És itt azért mondjuk évközi szoftverek, tehát hogyha vannak olyan egyébként vizsgálni nem, vagy nem hangsúlyosan megjelenő témakörök, aminek lenne szoftveres háttere, akkor azokat is be lehetne tenni ebbe a lemezképbe. A lemezkép most is bővebb szoftvereket tartalmaz, mint ami a szoftverlistán nevesítve van, tehát ennek semmi akadálya nincsen, hogy több mindenre jó legyen az elkészített lemezkép. Aztán felhasználási adatok elemzése. Ezt is említettem már, hogy nekünk nagy segítség lenne a visszajelzés, hogy melyek azok a szoftver nyelvi és fejlesztői környezet párosok vagy hármasok, amelyeket nagy számban választanak, amit nem választott mondjuk második éve senki, és így tovább, és így tovább. Megint lehetne kicsit színesíteni rajta. Bár ugye itt látjuk azért a perspektívát, a Java ebből, ami nekünk úgymond játszik. Úgyhogy az Eclipse Java páros lehet, hogy lesz az egyetlen túlélője az előbb kivetített négy lehetőségnek. Ettől függetlenül elgondolkodható, hogy a tehetségpontozás verseny vagy bármilyen egyéb kapcsán értelmeszerűen nem kell ezeket kigyilkolni a rendszerből, hanem majd megint csak figyelünk rá és alkalmazkodunk, hogy az adott követelmények az éppen mit írnak le ehhez. Vizsgálatszokozó szám növelése, hát ez egy nagyon idealisztikus és nehezen megfogható, nehezen teljesíthető cél. Nagyon messzire el lehet menni, szerintem erről az egy menüpontra maradik 20 percet nyugodtan idő után tölteni, mert hogy ebből annyira messzire vissza lehet lépni a dolgokat. Ugyanis gondolom mindenki, aki tanít, az tapasztalja, hogy a diákoknak a szoftverjogi, szoftveretikai és egyéb dolgok kapcsán így vagy teljes káosz, vagy még az sincs a fejükbe. Tehát amikor Linuxos órán megkérdezik, hogy így nyíltan, hogy azért nincs Windows telepítve, nincs iskolája, nincs a pénznek is, nincs az iskolának pénze, hogy akkor megvegyi licenszeket. Mondom, nem, azért van Linux is egy jó rendszer. És akkor elkezdjük használni. Vagy beszélgetünk a diákokkal, és akkor szóba jön, hogy hány éve és miért csak Linuxot használok, és bármilyen szoftver szóba jön, akkor van aranyosan 9 évesek oda jön, hogy tanár úr, tudok adni ennek Office telepítőt, nem kell én Office-t használni. Vagy letöltsem és elküldjem a Photoshopot, nem kell gépet használni. Tehát teljesen nulla az, ami a fejükben van. Arról, hogy a szoftvereket fejlesztők készítik, a fejlesztő ezzel dolgozik, a munkájáért bérját, a bér akkor lesz, hogyha a szoftvert veszik, akkor lesz a szoftver fejlesztve, hogyha van mit visszaforgatni vele, mint
tőke, mint munkadíj, stb. Stb. És ha ezeket is szépen végigvezetjük, és rászálljunk azt a 20 percet, akkor is, ha éppen mással kéne foglalkozni, mert azt gondolom, hogy ez annyit megér, hogy bármelyik órában erre egy 4 órát 20 percet el lehet csípni, hogyha ennek van fogalmatja, és azért pár embernek a fejében van fogalmatja. De ezeket a fejében rendbe kéne tenni. És talán akkor másképp néznének az ilyen rendszerekre, és akkor nem azt néznék, hogy valakik nem akarnak Windows-t venni, és csinálnak maguknak egy rendszer, mert ilyet is lehet visszavonni a diákoktól, hogy akkor miért ezt használjuk mi is, vagy miért lenne ez jó. Említettem, hogy följebb másról az LCDL-t. Az iskolánkban működik például LCDL vizsgaközpont is, és amikor én megkaptam a vezetését pár évvel ezelőtt, akkor az első dolgok között volt az, hogy lejentettem az engedélyt, hogy nálunk Linuxon is lehet Windows-t is tenni. Minden csoda három napig tart. Az első három hétben volt egy fél tucat vizsgázónk, és azóta se. Úgyhogy itt is látszik az, hogy a diákoknál nehéz arra rávenni, vagy nehéz nekik megmutatni, hogy mi van. Pedig azt gondolom, hogy egy iskola mondjuk még el is kötelezett a Microsoft terméket mellett, ami valami jó, tehát azért nem véletlenül vannak a régóta ők is jelen. Bár azért az a fricska, amivel csak hozzátenni, például a Windows 10-ben ők is beradták a beset, mert rájöttek, hogy azért vannak ott dolgok a túloldalon, zárójelbe zár. Tehát azt gondolom, hogy ezt is a fiataloknak szerintem fontos elmondani, hogy ő a mai piacon, ha valamit profin kezel, az nem biztos, hogy elég. Tehát ő minél több szoftvert ismer, minél több alternatív szoftvert ismer, neki a tudása annál többet fog érni. Tehát ha a legelkötelezettebb Microsoftos iskolával is, ha a témakör végén rászállnának 2-3-4 alkalmat arra, hogy akkor most legyi feladat, nézzük meg LibreOffice-ban is. Hogy lássanak a diákok egy párhuzamot. Látni fogják, hogy néhány fogalmat a fejükbe, hogyha átkapcsolnak, akkor jé, ez ugyanaz. Jé, itt is oldalak vannak, ez is szakaszokra tagolódik, itt is van behúzás. Jé, és akkor rá lehet jönni a kapcsolatokra. Ugye megint csak programozás kapcsán, és itt megint szóba került a új kerettanterben, ez a programozás nevezetű tantár, ami egy fél éves kert csináló bevezető kurzus a programozásban, hogy itt is például egy androidos alkalmazásfejlesztés, az már egyfajta kis kanyar lehet akár a Linux felé. Rendszeresen meg szoktam kérdezni különböző bőrzéken diákoktól, hogy használtak-e Linuxot? Néznek, mi az? Mondom, milyen telefonod van? A legjobb esetben a válasz az, hogy Sony. Mondom, oké, akkor milyen oprendszer fut rajta? Vagy LG. Milyen oprendszer fut rajta? És akkor itt már itt 10-ből 7 meg tudja nevezni, hogy Android. És akkor mondom, milyen rendszer? Fogalmunk sincsen. Tehát mondom, hogy igen, használsz, 3 éve használsz Linuxot, és nem is tudod, jég az Linux. Tehát körülbelül sokan ennyire vannak képbe, vagy nincsenek képbe ezzel a területtel. Tehát jó lenne belinni, jó lenne azt mondani, hogy legalább alternatívaként mutassuk meg a Linuxot, mutassuk meg a LibreOffice-t. Ha már fejlesztenek mondjuk valahol, ha már rá lesznek mondjuk a Jávára beszélve az iskolák, hogy használják azt, akkor ha nem is mindig, de egyszer megnézhetnénk, hogy akkor ma Linux-ba bútulunk, vagy berakunk egy live lemezt, és most nem Windows-ítunk NetBeans-t, hanem Ubuntu nekünk egy Eclipse-et, és nézd csak itt ugyanaz a járvon, és akkor csinálnak meg ott egy alkalmazást. Vagy az előző órai alkalmazást csinálják meg ott is. Vagy, ezt nem ismerem mondani, hogy háziként, szolgalmiként, otthon valami hasonlóval ismerkedjenek, és fedezzék fel akár ők maguk, persze megfelelő táv segítséggel vagy biztatással, hogy az a rendszer is mennyire jó. Tehát nagyon messzire lehetne menni, hogy hogyan lehetne a vizsgázó számot növelni, és talán még a vizsgázó szám növelésénél is, de a számszerű növelésénél fontosabb lenne, az az, hogy a vizsgázóknak a teljesítménye az milyen a Linuxos választás esetén. Nem reprezentatív, amit mondok, de itt nálunk ugye emelt érettségén pár éve javítgatok, és előszeretettel, mint csodabogár, a Linuxos vizsgázó azt tudta, hogy hozzám hozzák be, hogy a többi kollégától ne legyen rosszul, Kati Bologat,
És akkor persze én is javítom általában azokat, és hát eltekintve néhány üdítő kivételtől azért sajnos jellemzően rosszabb eredmények szoktak születni a linuxos vizsgázóknál, ami számomra így döbbenet, mert akkor nem értem, hogy miért jelentkezett, vagy miért arra azt választotta. Egy olyan vizsgázónk volt, aki egész konkrétan nem tudott belépni az Ubuntu érettségi vízbe, mert segítséget kért, hogy akkor itt most hogy kell indítani mondjuk egy fejlesztő környezetet. És akkor le volt döbbenve a felügyelő tanár, meg én is rendszerűgazdak éppen ott mentem az ajtó előtt, hogy akkor mi ezt választotta. Persze van másik végletről is kivétel, tehát voltak olyan évek, amikor a legszebb megoldás, például az például Linuxon született közel hibátlan 100%-os megoldás, tehát vannak azért erre is jó példák, de tény is való, hogy félnek tőle a diákok, mint a félnek tőle a rendszergazdát, csak az internetbe tegyétek a Linuxos vizsgázat, ne nekem kelljen javítani, tehát tudom, hogy megint messzire megyünk, de például az ilyen továbbképzéseknek, mint a LOK, akár akkor is, ha népesebb, akkor is, ha a családiasabb létszám vagyunk jelen, több fontos küldetése van, meg lesz, meg volt, meg lenne, abban, hogy ezt egy kicsit így javítani, és ha nem is annyira ezek módon a számokat, de talán a teljesítményüket lehetne fokozni. A szintén ide kapcsolódó dolog, hogy én nem, lehet, hogy az ismeretem hiányosak, de akik mondjuk Linuxot napi szinten használnak az oktatásba, én nem tudok róla, hogy lenne olyan fórum, levelezési lista, bármilyen közösség, ahol mondjuk különböző jó gyakorlatokat, egyébeket megosztanak egymással, vagy egyáltalán lehetne hozzáfordulni kérdésekkel. Látom, hogy az infós levelező listán azért néha befutnak ilyen Linuxos kérdések is, de azok általában is szépen privátban megválaszolásra kerülnek és elvárásra. Szerintem fontos lenne megmutatni másoknak is, minél nagyobb prémium előtt, a mi jó gyakorlatainkat, hogy mi itt tartjuk az órát, itt ilyen eredmények voltak, ott olyan sikerek voltak, ilyen megoldásaink vannak, stb. Erre is biztos vagyok benne, hogy akár az ilyen konferenciák, akár az FSF dolgozik rajta, de ennek jó lenne egy minél nyíltabb, minél nagyobb prémium előtti megmutatása. És itt jön az, hanem a közösségnek lehetne egy ilyen erősítése is, hogy a mindenkor éppen megjelenő vagy tervezés alatt lévő, kiadás alatt lévő remixeket, a tesztelésébe, akik be tudnak szállni, azok nagy segítséget tudnának adni nekünk. Illetve ugyanezek az irányok kapcsán is, hogyha itt 30 helyről kapnánk visszajelzést, hogy adott nyelvet és könyvet évek óta használnak, és nagyon jó belát, és nagyon stabil, és csak ajánlani tudják, akkor mi is nagyon szívesen elgondolkodnánk rajta, hogy ezt bekerüljük az érettségi remixbe, és lehessen ebből is választani. De akár azzal a célval is, hogy a mindennapi használatra és vonzóvá tudjuk tenni a rendszert. Azt is tudom, hogy a diákoknál a vonzóvá tétel a sok esetben egy Vine integrálással már javítható lenne, főleg, hogyha néhány free Windows-os játékot is eldugnánk valami alapába, de hát ennél az egy kicsit szakmai megoldást kéne arra keresni, hogy a diákoknak vonzóvá, használhatóvá tegyük. Ugye tudjuk, hogy a diákoknál az oktatásban az egyik kulcs dolog, az a motiváció, sikerélményhez jutatni, tehát minél több olyan alkalmazást beletenni, amivel gyorsan, szépet alkotva, jót alkotva, hasznosat alkotva tudnak sikerélményhez jutni. Megint egy pici kitérő, itt az iskolában különböző pályázatok közül az egyikkel 3D-s nyomtatót is beszereztünk, és kollégámmal itt szakkört csináltunk rá, diákok nagyon érdeklődtek, jöttek egy csomóan, és ott is vettük a fáradtságot és elmókolgattunk vele, amíg csak sikerült megoldani, hogy mondjuk Linuxról is tudjunk 3D nyomtatni. Ne az legyen, hogy megint egy olyan területet sikerült behozni az iskolába, aminek csak Windows a megoldás, és a másik része az felejtős. Ott is sikerült addig trükközgetni, addig utánolvasgatni és utána bújni a netet, hogy találtunk erre megoldást. És hát az összes kitűző célnál az lenne a közös nevező, hogy ezt jó lenne együtt csinálni. Tehát én nagyon
lelkesen tudok éjszakákon keresztül szoftvereket integrálni a disztróba, hogy hat egyből legyen abba az ISO. De, és kapok is, mert kaptam is egy csomó helyre segítséget, de minél többen ebbe beszállnának. Én azt gondolom, hogy annak sincsen akár problémája, persze, hogyha a határidők azok nem lesznek olyan szűkösek, mint az elmúlt időben, de ha rákészülünk, akkor nem lesznek olyan szűkösek, hogy akár itt is ki lehetne adni akár ilyen alfákat, bétákat és előzeteseket abban, amit mi remisznek számunk, és akkor nagyon szívesen vennék a visszajelzéseket, hogy esetleg mit kéne, mit lehetne, mit nem kéne beletenni. Én nagyjából ennyit terveztem elmondani, időnk az még van, egy bő negyed óránk, úgyhogy azon kívül köszönöm a figyelmet, én arra biztatnák mindenkit, hogy tegyük interaktívabbá a dolgot, és én már akár most beszélgetés körében szívesen meghallgatnám a tapasztalatokat, észrevételeket, kérdéseket. Igen? A vizsgázók motivációja témaköréhez szeretnék hozzászólni. Én egyébként megmutatkozom, hogy nem zsártam vagyok, és 2012-ben kezdtem el a Linux-al ismerkedni. Alapvetően azért, mert korábban csak és kizárólag olyan területeken dolgoztam, ahol minden ügyfelem Windows-t használt. Viszont azt tettem észre, hogy általános közismereti szinten ismernek az emberek mondjuk 5 darab Microsoft szoftvert. És pont. Na most az én szakmai felkészülésem az ennél sokkal többre mutatott. Én azt mondtam, hogy szeretném, ha a számítástechnika jóval tágabb terület lenne, mint amennyit általában egy iskolában tanítanak. És nekem az volt a tapasztalatom a Linux kapcsán, hogy nem csak hogy szabad szoftvereket és egy másfajta hozzáállást kaptam, hanem a mögötte lévő közösséget is, fejlesztők közössége, felhasználók, tesztelők közössége, és egy nagyon fontos tapasztalat, amit szintén meg tudok osztani, az az, hogy amíg egy Microsoft Windows-t használó cégnél dolgoztam, és Windows-ban fölmerült egy olyan probléma, amivel azt mondta a főnök, hogy na ezzel hívjuk fel a Microsoftot. Fölhívtam a Microsoftot, és azt mondták, hogy diktáljam be az ilyen számot, olyan számot, akármi. Egy fél órát elküszködtünk azzal, hogy megfeleljünk az elvárásunknak, utána föltettük a kérdést, és nem tudtak rá válaszolni. Elment vele egy csomó idő, és nem kaptunk semmilyen választ, házon belül magunknak kellett valahogy megoldani. A Linux esetében éppen a közösség miatt azt tapasztalom, hogy akármelyik szoftver közösségéhez hozzászólok, a legtöbb esetben fél órán belül azonnali és választ kapok, nagyon sok levél. Na most ez a nagyon sok levél csak annyi a feladat, hogy kiválogatni, hogy melyik az, amelyik tényleges választ tartalmaz, és melyik az, amelyik mellé beszél, de azt állandóan tapasztalom, hogy a közösség az azonnal rámozdul szinte mindenre. Tehát nagyon jó kommunikáció alakulhat ki az egy azonos rendszert vagy rendszereket használó, vagy mókoló, vagy bütykölő emberek közt. Tehát nekem sokkal nagyobb élményt adott az, hogy nem csak hogy szabad szoftvereket használok, tehát nem károsítok meg vele senkit, hanem van egy hatalmas közösség, amely közösségnek én is része vagyok, akár azzal is, hogy más valaki leveleződnek segítenek azzal, hogy igen, ezt tapasztaltam, ezt a hibát így javítottam ki, stb. És ilyen jellegű közösségi élmény egy Windows esetében soha nem volt. Köszönöm szépen. Ami nekem elveszkedett két dolog, hogy most jelenleg két helyen jelenik meg, itt nálunk legalábbis, meg gondolom hasonló iskolában is a Linux. Ugye egyrészt, ami Kati is említett, hogy meg fog jelenni ez az ismerkedés az operációs rendszerrel, felhasználói szinten, 10-11 évfolyamban, illetve nálunk az érettségire épülő OKS képzésben, a rendszergazda képzésben jelenik meg. Ott már azt gondolom, hogy itt igencsak méltó súlyozással, tehát a 7 óra hálózatú operációs rendszerek van, ami Linux-os témával foglalkozik, 4 gyakorlat, 3 elmélet, aztán ugyanennyi Windows Server gyakorlat és elmélet van mellette. Tehát ott megjelenik, ott megtapasztalják a fiatalok azt, kollégámmal tanítjuk ezt évek óta, ott direkt kapnak olyan feladatot, ahol rá fognak arra szorulni, hogy vagy a manuálokban, vagy közösségi oldalakon utána járjanak, mert biztos, hogy van egy-két olyan beállítás, ami esetleg a manból is hiányzik,
vagy tehát rá vannak arra vezetve, és pozitívan tapasztalják meg, hogy tényleg a közösségnek van egy jó nagy segítő ereje. Illetve amit én nagyon észrevettem a fiataloknál, hogy aminek számukra nagy döbbenet, hogy jé, egy megoldás, hanem egy alternatíva. Hanem akkor azt mondjuk, hogy tegyünk föl, mint talán egy DHCP-t, és akkor megnézzük, hogy milyen lehetőségek vannak, és akkor ez is. Igen, és akkor kicsit nézzük utána, mi szól emellett, mi szól amellett, miben különböznek. Tehát nagyon jól ki lehet ilyen szempontból indulni. Arról ne is beszéljünk, hogy a szakmai angol nyelvismeretüket, hát hol máshol lehetne, de amíg az igaz, hogy igazol is, tehát hol máshol lehetne, mint szakmai cikkeket tovább csiszolni, amire megint csak a munkahelyükön nagy szükség lesz. Másnak? Észrevétel kérdés. Ehhez az érettségére emlékszem, amiről az ilyen volt. Pontosan hogyan, milyen formában lehet hozzáférni? Az oktatáspontokkal fölmegyünk, ott a közoktatás mennyiben érettségig, és ki kell választani a következő 2017 május június érettségi mennypontot, és akkor ott az első betöltődött oldalon az első pont az a nyilvánosságra hozott adatok, és ott van rögtön a tetején a szoftverlista, és a szoftverlista alatt, vagy a szoftverlista mellett van a felsorolásban egy olyan link, hogy a szoftverlistán szerepel ingyenes programokat innen tudja letölteni, és akkor ott az innen az átvisz egy másik oldalra, ahol a Windows-os listából ott vannak egyesével a programoknak a belinkelt változatai, és az alján pedig ott vannak a közismeretinél a Ubuntu, Remix, a SUSE, a Suli SISO, a másik két ágazati helyen pedig van csak az Ubuntu-nak az érettségi Remix-es linkje. Még egyszer mondom, lehet, hogy a fájnév azonos, nem tudom ezt a feltöltésnél hogy csinálták, nem néztem meg pontosan, de közismereti az különböző, a két ágazati az ugyanaz az ISO-t adja. Tehát ennél hashot van már esetet átfordul és látszik a valaki figyelmes. Köszönöm a választ. Nagyon szívesen. Ha lett-e még valami kérdés? Igen? Jó, hogy ugye nézők is nézhetnénk a Linux-t, akkor aztán nem lehetne esetleg mi is, hogy például az iskolai gépeket továbbutósan megcsinálni, hogy aki szeretne, ezt tudja a Linux-on is dolgozni. Mert például most ugye ez a lehetőség nem adott, hogy kérjük szeretnék a Linux-on dolgoznak, vagy saját gépet, ami egyrészt nem mindenki enged, vagy akkor pedig csak magának alapon egy vendárnak mondjuk a Linux-on. Igen, pici szervezési problémája van, legalábbis én a helyi dolgokat látom. Ugye egy teremnek nálunk legalábbis egy infotanár a teremgazdája, van egy központi rendszergazdája, aki csinál mindent, és ami helyben a teremre lemondható, azt első körben a teremgazdák érkeznek megcsinálni. Nálunk ugye van emelt érettségi, van LCD-vizsga, stb. Tehát például emelt érettségi miatt rendszeresen, ugye az új Winchesterben nincsen mobilek sem, tehát újrahúzások miatt viszonylag sűrű vannak nálunk a képek telepítve. A tananyagok, amikkel dolgozunk, azok jelentős részben Windows-ra építenek, tehát gyakorlatilag a 108-as gépterem, ahol a multiput megoldott a OK-s dolgok miatt, illetve ha itt felfutóban jövőre a 10. évfolyamon megjelenik, a 14. bocsánat, 2 év múlva megjelenik ez az ismerkedés a Linux-szal, akkor jó esélye az összes teremrendszer gazda megkapja azt a feladatot, tehát a multiputossal rendszer. Illetve ugye az LCD vizsga központ miatt a 110-es teremben volt ez még megoldott, de annyira lecsapant a vizsgázók száma, hogyha jól emlékszem, akkor van a szekrényben 3 darab mobil vinyó, ami valami Ubuntu, hogyha bármikor jönnek ellenőrizni, akkor meg tudjuk mutatni, hogy igen, nálunk akár 10 perc múlva is lehetne Ubuntu LCD vizsgázni, de alapvetően nincsen fent a gépen már kereslet kínálat. Ugyanakkor egy pici megjegyzés, köszönöm, hogy felhoztad. Ugye valakinek, remélem mindenkinek mond valamit azt, hogy UBI, ugye Windows-os telepítése. Ez sajnos a 12.04-nél volt utoljára az Ubuntu-nak a része. Ugye ez gyakorlatilag azt csinálja, hogy én berakom Windows alatt a CD-t, akkor csinál egy kvázi egy virtuális lemezfájt, amiben fölteszi egy alap Ubuntu telepítést, és a Windows saját boot menüjébe szépen kirakja, hogy Windows 7 vagy Ubuntu.
Ennek az a nagy előnye, hogy a programok eltávolításánál egy kattintással úgyban, akkor el lehet távolítani. Nulla kérdés nem tesz föl, gyakorlatilag egy gyors telepítést végez, előre beállított dolgokkal, mindösszesen azt kell mennem, hogy melyik partícióra, hány gigás rádióval, hány gigás területet kapjon, felhasználni egy jelszó. Semmi más nem kell megadni, ettől egy rendszer lazasa lesz rosszul, nem kell partícióni, nem kell útmenedzser, mi az a HD, a HDC, senki nem fogja a fejét, automatikusan föltelepül, gyönyörűen működik, viszont ez a 12.04 óta nincsen. Úgyhogy gyakorlatilag most csak ilyen mellé particionálgatással lehet fölrakni. Nem tudom, hogy vannak olyan illetékesek, ahol rá lehetne kérdezni, hogy miért került ki. Ez valahol valószínűleg egy központi döntés volt, vagy egy projekt lezárult, vagy kifogtak nyúlva az emberek, nem tudom. De gyakorlatilag ez így elhalt. Halkan mondom, hogy ezt még pont ki lehet játszani azzal, hogy a 12.04 LTS-nél még 5 év volt a támogatás. Tehát a legutolsó húgit fölrakva és kivágva a több lépcsős felfrissítést, ez még viszonylag olvasolható, de ez például egy alapúgum tudod és nem a remixet, mert ugye a 16.04-es ISO-ban ez már nincsen. Talán ez egy pici könnyedséget vette azoktól, akik hajlandóak lennének föltrepíteni mellé egy rendszer, de innentől kezdve csak a multimutos megoldás marad. És akkor ezt két teljesen független. Nem lehetne egy jó alternatív megoldás például az, hogy a teremrendszer gazdánál van egy olyan flash-tól, ahol a flash-tóra van egy működő Linux föltelepítve, és amikor a vizsgázó elkezdi vizsgát, akkor te az indítja el. Tehát nem nincs terrel, meg nem partícióval, hanem flash-tól. Lehetne ilyen megoldásokat keresni, és azt gondolom, hogy biztos, hogy fognak is a problémára megoldások születni, mert hogy ezek szerint a kerettanúterv felmenőben ezt a problémát realizálni fogja, vagy meg fogja jeleníteni. Remélem azért nem mindenki problémát fogja megélni, hanem arra inkább a feladat kifejezésnél, hogy eljönnek meg az itt szájízet. Tehát bízunk benne, hogy azért fog születni megoldás. És talán ott lesz az első olyan fordulópont, amikor minden diák fog találkozni Linux-szal, amikor minden diák az első élményeit megszerezheti, és ez talán ezért lesz még fontosabb, hogy addigra az infotanárok legalább magukban megbékéljenek a Linux-szal, mert ha úgy mennek oda, hogy most fél évig ezt használjuk, mert ez kell, azért az egészen másképp fog becsapolni a diákoknál, hogy most fél évig egy tök jó rendszert fogunk használni, és akkor nem tudom nektek, hogy nekem miért ez a kedvencem. Tehát egészen más körítéssel lehet úgy az dolgot távolni. Ráadásul ugye itt a teretanter megint csak az ismerkedésre teszi a hangsúlyt, tehát ott még egy direkt és szándékosan nincsen mélységű belemetel. De már azért az alapokhoz hozzátartozik az, hogy néhány alapsel parancs. Tehát ha valaki ügyesen is olyan, akkor azért már eléggé meg lehet villantani az erősségeit a Linuxnak, akár a Windows-os PowerShell-hez párhuzamba állítva mondjuk a Bash Shell-nek a lehetőségeit. Lehet azért ott jókat villantani, hogy milyen jó ez a rendszer. Tehát ez majd idővel is szembe jön. Ez a feladat. Nem ezzel nem lesz gond. Nem lesz? Nem szerintem. Jó. Van csak 5 perc. Az én órám szerint viszont már csak másfél perc, de akkor ezt a 5 perc, mi maradt a valaki bekérdés? Ha nem, akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet.